estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit! Újabb szakosztállyal, a lovaglással bővült a Deac palettája. Az Egyesület számára kézenfekvő volt a sporták felkarolása, hiszen minden feltétel adott hozzá. Az utánpótlás nevelés mellett kiemelt cél az egyetemi lovasport továbbfejlesztése. Vendégem Szabó Csaba szakosztályvezető. Jó estét kívánok, köszöntöm a műsorban! Jó estét kívánok, köszöntöm én is Önt! Na hát a múlt héten ugye ott voltunk a sajtótájékoztatón is a Médiacentrum Debrecen képviseletével, és hát volt egy örömteli bejelentés újabb szakosztálya Deacnál. Ugye a 30-ban önök is ott vannak most már. De hát tudjuk, hogy a lovaglásnak, a lovasportnak van egy nem egészen rövid, inkább hosszú hagyománya itt a városban és az egyetemben is. Hogyan jött az most mégis, honnan jött az ötlet, hogy akkor önök is a szakosztály tagjaivá válnak? Igen, hát ugye a lovak azok a mezőgazdaságnak nagyon régen is fontos részei voltak, és aztán alapvetően így az agrárképzésnek is mindenhol így Debrecenben is része volt a lovakkal kapcsolatos ismereteknek az átadása, és tulajdonképpen ennek köszönhetően jött létre az 1990-es években az a lovasbázis, az a lovarda, ami tulajdonképpen a hallgatóknak a lovakkal való képzését, illetve a lovaglási lehetőségét igyekezett biztosítani. És hát alapvetően nyilván az emberek és a fiatalok között is az állatok és a lovak iránti érdeklődés az mindig is adott és megvolt. És tulajdonképpen ugye ehhez kapcsolódóan aztán egyetemi képzések is indultak a Debreceni Egyetemen. 2005-ben a ménesgazda képzés, 2018-ban pedig a lótenyésztő lovasport szervező agrármérnök BSC alapképzés indult el az egyetemen. És hát nyilván különösen ez utóbbi képzéssel együtt több olyan hallgató is érkezett az egyetemre, akik már eleve versenyszerűen sportoltak, és hát tulajdonképpen ennek a fejlődésnek, ezt a fejlődési ívet koronázza meg a lovas szakosztálynak a létrejötte és tulajdonképpen becsatlakozása a Deacba. Nyilván azért ehhez nagyon fontos volt, hogy a megfelelő infrastruktúra is a rendelkezésére állt az egyetemnek is, ugye így már a szakosztálynak is. Hát azért láthattuk a múlt héten is, hogy egy egészen patinás környezetbe került ez a szakosztály. Természetesen. Az elmúlt évtizedben nagyon fontos fejlesztések zajlottak a Lovas Akadémián, felújításra került a Fedeles Lovarda, új szociális blokk, tanterem került kialakításra, az istállók felújításra kerültek, a lovaglópálya, külső lovaglópálya egy sátorfedést kapott. Tehát mindezek alapvetően teremtették meg annak a lehetőségét, hogy egyáltalán belevágjunk a BSC szaknak az akkreditálásába. És aztán ugye ez teszi lehetővé azt, hogy egyre több sportoló is tudjon edzeni ebben a komplexumban. És hát rögtön egy nagy ágyút sikerült leigazolni, ugye ifjabb Szabó Gábor személyében, aki a hazánknak most a legsikeresebb és legeredményesebb díjugratója. Hát egy picit arról, hogy hogyan is jött ez a kapcsolatfelvétel, ugye előjáróban tudhattuk, hogy ő debreceni származású, debreceni születésű, de ugye jó régóta most már más megyében tevékenykedett, aztán összejött a hazacsábítás. Hogyan történt ez is egyáltalán, hogy rágondoltak itt első zászlós hajóként, ha lehet így fogalmazni? Hát igazából nem kellett sokat gondolkodnunk, hiszen Gábor valóban debreceni származású, bár Hajdúböszörményben nőtt fel, és aztán a tanulmányait Nyíregyházán végezte, és utána közel 10 évig a nyíregyházi Timpex Ménesnél dolgozott, és ott lovagolt. Aztán nyilván, ahogy az életkorban haladt, és hát ahogy a természet hozzá is megnősült, és hát a felesége Szabó Máriás Sára, debreceni születésű itt is élt, és hát azt gondolom, hogy ezek a fajta családi kötődések is alapvetően hozzásegítették őt ahhoz, hogy aztán 2020-21-ben tulajdonképpen visszacsábuljanak, és a szívük visszahúzza őket Debrecenbe, és itt, hogy mondjam, alakítsák ki a lovas bázisukat, és aztán tulajdonképpen egy plusz löketet adott ennek, ha szabad ezt így mondani, az, hogy a mezőegyesi Ménes birtok ugye vásárolt egy lovat Szabó Gábor részére, aminek a felállítása, tartása a Debreceni Lovas Akadémián történt meg, és a mai napig is ott áll ez a ló, és hát így természetesen aztán napi kapcsolatba kerültünk, és hát innen már aztán egyenes út vezetett alapvetően ehhez a felkéréshez. Mielőtt rákanyarodnánk az utánpótlásra és az egyetemi vonalra, azért gondolom, hogy ifjabb Szabó Gáborral szemben azért megvannak az elvárások.
Hát természetesen nyilván, hiszen ő egy nagyon rutinos, nagyon jó lovas. Ezzel a lóval különösen azok az elvárások, hogy világszintű versenyekre, döntőkre tudjon minősülni. Nyilván ennek is van egy fejlődési folyamata, tehát az, hogy a lovat felkészíteni, a lovassal, hogy összhangba kerüljön alapvetően, és látszanak ezek az eredmények, tehát mi bizakodók vagyunk az elkövetkezendő, erre az évre és az elkövetkezendő évekkel szemben is. Na és akkor fiatalság, ugye azért tudjuk, hogy friss szakosztályról van szó, itt a jövőt is meg kell alapozni. Azt hogy látja, hogy mennyire népszerű egyáltalán itt a lovasport a megyében akár, vagy a környéken, és hogyan lehet bevonzani minél több fiatalt, minél több utánpótlás bázis növeljünk itt a Deacnál? Hát egyelőre a tapasztalataink teljesen pozitívak, tehát nagyon sok fiatal érdeklődik alapvetően, ugye ezt két részből lehet úgymond lemérni, vagy fiatal, és hát nyilván idősebbek is érdeklődnek. Egyrészt a rendezvények népszerűségéből, tehát most múlt szombaton rendeztünk egy díjugrató versenyt, és ezen 166 startot regisztráltunk, gyakorlatilag ami egy ilyen egynapos verseny, egy nagyon szép szám. Tehát ez nagyon szép szám. A másik mutató, amivel tulajdonképpen ezt úgy alá lehet támasztani, az pedig a lovas képzéseinkre való első helyes jelentkezéseknek a száma. Ez jellemzően olyan közel kétszeres túljelentkezésünk van. Tehát ez is mutatja az érdeklődést. Hát azt mondhatom, hogy a legtávolabbi hallgatónk az Pécsről érkezett, de több van Budapestről is, tehát egészen távolabbi helyekről is jelentkeznek hozzánk, és hát tulajdonképpen ez az oka annak, hogy maga a felvételi pontszám is viszonylag magas. De akkor arra gondolhatunk, hogy mondjuk a kellemes a hasznossal itt összefonódik, és akkor ugye lesz egy jó kis egyetemi bázis, és abból esetleg, vagy azokból a tanulókból, hallgatókból lesznek akár Deac lovasok is, Deac sportolók is. Természetesen, mindenképpen. Hát ugye minden sportnak alapja a tömegbázis, és tulajdonképpen abból tudnak kiszelektálódni, tudnak kiválogatódni azok az igazán tehetséges, szorgalmas versenyzők, akik aztán majd későbbiekben eljutnak egy ilyen szintre, hiszen látjuk ki fiab Szabó Gábor életútjából is, hogy közel 17 éves munka van abban, hogy ő most ilyen szinten versenyez. Tehát alapvetően ez mindig egy út. Egy út, ami a lovasportban gyakorlatilag a jó és az érdekes, hogy itt egész időskorban is lehet nagyon komoly eredményt elérni és komoly versenyeken lovagolni. Tehát volt szerencsém látni például Hugo Simont 74 évesen nagy díjat nyerni 145 cm-es magasságon. Gyakorlatilag a fiataloknak közük nem volt a versenyszámhoz, azt lehet mondani. Tehát így igazából nagyon hosszú a kifutási idő, tehát nagyon hosszú ideig lehet ezt a sportot művelni, szemben mondjuk más sportágaknál, ahol mondjuk hamarabb úgymond nyugdíjba vonulnak a versenyzők. Ugye a sajtótájékoztatón is kiemelte, hogy engedje meg, hogy puskázzak, ugye mind a három olimpiai szakákban, a díjlovaglásban, a díjugratásban és a lovastúsában is rendelkezzen versenyzőkkel a Deac, ez a hosszú távú cél. Hát egy zárásként egy pici vizionálás, hogy akkor ezen az úton most hogyan kell itt a következő néhány hétben, hónapban, akár egy-két évben elindulni? Hát nyilván a díjugratás az már adott. Azért is, mert látszik a Lövas Szövetséghez igazolt sportolók számából is, hogy a díjugratás a legnépszerűbb szakág. A lovastus a legkomplexebb, hiszen abban a díjlovaglás, díjugratás, és ugye még ráadásul van egy terepszakasz is, ami hát, hogy mondjam, a ló és a lovas bátorságát is próbára teszi. Tehát az a legkomplexebb, talán az a legnehezebb, hogy úgy mondjam, hogy abba tudjunk előre lépni, bár éppen már van egy hallgatónk, aki hozzánk igazolt és a lovastusa szakákban kíván majd versenyezni. A díjlovaglásban azért vagyok bizakodó, mert látom, hogy a Lovas Akadémián és a környéken is több olyan díjlovas van, és egy olyan új generáció kezdi kinőni magát, amiből úgy azt gondolom, hogy rövidesen nagyon komoly díjlovas versenyzőink is lesznek ismét. Hát kívánjuk, hogy ezek a rövid és hosszú távú tervek itt tényleg megvalósuljanak, és a Deac egy újabb, nagyon értékes taggal bővüljön. Köszönöm, hogy itt volt velünk, szakosztályvezető úr, és a beszélgetést is. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves nézők, önöknek pedig a figyelmet köszönjük, találkozzunk a jövő héten is a viszontlátásra.